Bár a munkahelyemen is egész nap ideges voltam és szorongtam. Hazamegyek, és megint eltöltök egy estét Ála Miranda. Miért csináljuk ezt? Még egy este, ami az én epikus ridegségemről és az ő idétlen rajongásáról szól. Még egy éjszaka, amikor úgy fekszünk egymás mellett, mint két szobor, Miranda könnyektől felforrósult hatalmas ajkaival az oldalamon. Miért hagyjuk, hogy ilyen kínszenvedésnek tegyenek ki bennünket? Miért? Ha egyenrangú szexuális partnerhez van kedvem egy fiú ruganyos, izmos testéhez, akkor nyilván inkább egyenrangú szexuális partnert keresek, semmint egy melles nőstényt, aki ülve vizel. Képzeljék hát el a méla undort, amit éreztem, amikor felfedeztem ennek a mirandának, ennek az idegbajos kis libának valódi természetét, akit végül kis rábeszéléssel sikerült átpasszolnom Terencnek. az eléggé ocsmány módja a szakításnak, ha belegondol az ember, bár relatíve fájdalommentes. Gyűlölöm a jeleneteket. Két óra elmúlt, amikor kiléptem torka házának kapuján, és idegesen összegomboltam magamon köpenyemet. Edrien és Susanna tűrhetetlenül viselkedtek. Alig, hogy levetkőztünk, Edrien nevetséges műbalhéba kezdett. Susanna párfümje bántja az orrát, panaszkodott fája dereka, ráadásul képes volt meggyanúsítani azzal, hogy nem mosakodtam. Milyen érdekes. Egyre jobban unom, ahogy szivakodnak rajtam. Idióták a birtoklási bágyukkal együtt. De nem látják? Engem ízlelgetni, babusgatni, csodálni és imádni kell. Nem marakodni rajtam, mint valami mócsingon. Amikor hazaértem, por és csönd lebegett a sötét lakásban. Kopogtam az ajtón. Teri? Suttogtam. Halkan megfordítottam az ajtó hideg gombját, és felkapcsoltam a villanyt. Most utólag, belegondolva... Nem Miranda jelenléte lepett meg elsősorban, amikor megláttam Terence rendetlen és hatalmas ágyának belső felén, hanem az, milyen megmagyarázhatatlanul ingerült lettem a látványtól. Biztos lévén benne, hogy nem ébresztem fel terence aki igazi plebejusi könnyedséggel zuhan az öntudatlanság állapotába és, amint lecsukódnak bíbor vörös szemei, úgy horkol, mint egy motorkerékpár. Kesztyűs kezemmel felemeltem egy hajkefét az asztalról, és ügyesen Miranda sátorként domboruló ülepére dobtam. Összerándult, félig megfordult, és pislogva felnézett. Legmegvetőbb parnaszusi pillantásomat küldtem feléje, és bevonultam a fürdőszobába. Visszafelé szigorúan magam elé néztem, és csak akkor álltam meg egy pillanatra, mielőtt lekapcsoltam volna a villanyt, amikor meghallottam folytott zokogását.